Sziasztok srácok, és köszöntek titeket egy új videósorozatban, ugyanis megrendezzük az első konyha csatát. Amint látjátok, itt van mögöttem 8 nézőm, akiknek nagyon nagy affinitásuk van a főzéshez, szeretnek hétköznap hétvégén összességében hobbiból főzni. Arra gondoltam, hogy tartunk egy versenyt, és megnézzük, hogy ki közülük a legügyesebb. A 8 versenyzőnek el kellett készíteniük otthon egy ételt, amit itt fognak befejezni. Az első kört, ezt az előválogatót én fogom egyedül zsűrizni, és le fogjuk szűkíteni ezt a 8-as számot 4-re. Úgyhogy 4-en fognak utána versenybe szállni és egymás ellen főzni. A srácok itt mögöttem kapnak most bizonyos időt, hogy el tudjanak készülni az ételekkel, és nézzük meg, hogy mik lesznek itt. Srácok, mindenki kész? Igen. Lássatok hozzá, fejezzétek be az ételeket, és akkor nézzük meg, hogy ki az a 4 ember, aki tovább jut. Nagyon fontos, az előválogatót egyedül fogom zsűrizni, azonban minden egyes videóban lesz kettő, nevezzük sztár zsűrinek ismert ember, aki segít nekem a zsűrizésben majd a továbbjutottaknál, úgyhogy közösen hárman fogjuk majd eldönteni azt, hogy a nap végén ki esik ki mindig. A nyertes pedig 100.000 forinttal és örök dicsőséggel fog távozni. Édességgel kezdünk? Nagyon szeretem a rópagombát egyébként. Akkor ez full saját minden. Az komoly. Na jó, nézzük. De annyi íz van a számba hirtelen, hogy nem mondhatok semmit, de köszönöm szépen. Ez nehéz lesz. Na srácok, az van, hogy először is mindenkinek hatalmas gratuláció, nagyon-nagyon jól tudtok főzni, viszont nekem nagyon nehéz volt pont emiatt dönteni, úgyhogy ez nekem mindig egy nagyon rossz rész, mert ilyenkor nem akarom azt, hogy aki esetleg nem jut tovább, ő megsértődne, de semmi ok az aggodalomra, nagyon ügyesek voltatok tényleg, és köszönöm szépen össze is, hogy eljöttetek. Kihirdetem, hogy ki az a 4 ember, aki tovább jutott. Nem sorrendben, abszolút nem sorrendben. Az első nem más, mint Roland. Gratulálok neked, tapsoljuk meg. Gyere ki nyugodtan. Gratulálok. A második, aki szintén nagyon ügyes volt, az nem más, mint Levente. Neked is gratulálok. Gratulálok. Harmadik, nem más, mint Tamás. Neked is gratulálok. És negyedik, pedig Georgina. Neked is nagyon szépen gratulálok. Gratulálok. Srácok, tőletek sajnos elbúcsúzok, de tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon értékelem, és le a kalapa, ti is nagyon ügyesek voltatok. Tényleg, köszönöm szépen. Na srácok, elérkeztünk az első feladathoz. Nagyon fontos, ezt már nem egyedül fogom zsűrizni, ugyanis megkérném a kettő vendégemet, hogy jöjjenek le az emeletről, léci. Fú, de fura ez a lépcső. Ugyanis Poleszki Ricsi és Varga Patrik fog ma dönteni arról, hogy kiessen, ki kijusson tovább. Srácok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Mi köszönjük a meghívást, mert itt lehetünk. Szerintetek mit fognak a versenyzők ma alkotni? Figyelj, nem tudom, milyen kaja lesz? Ez volt az első kérdés, amikor beléptem, hogy mondtad, hogy ezt nem szerintem, fogod. Szerintem valami házias. Nem rossz? Nem tudom, amely, én pont arra gondoltam, hogy pont az ellentétje. Mert most, hogy valami nagyon extra? Ha valamilyen nagyon street food, vagy valami ilyesmi. Emlékeztek rá, hogy mi közösen annó mit főztünk? Hát a kedvencem. Rántott hús, mondjuk azóta láttam, hogy azért eléggé sokat próbálgatott. Egy rántott hús főztünk mi annól, úgyhogy arra gondoltam, hogyha már ilyen zsűri állt össze, akkor a mai feladatotok nem lesz más, mint hogy egy valamilyen rántott húst, lehet az rántott csirke falat, rántott akármi, azt rakjatok össze bármilyen körettel, teljesen szabadok vagytok. Találtok ott hátul egy piac teret, ezt nézzük meg gyorsan, hogy mik vannak. Amint látjátok, nagyon sok minden áll rendelkezésetekre. Vannak nagyon extra cuccok, sárga cékla, zeller, különböző köretek, kinoa, mindenki azt válogat, amit szeretne, ne verekedjetek össze. És van kettő fajta hús, van a csirkemell, és van itt előttünk karaj. Lehet, hogy így most nagy segítség, hogy kinek mi a kedvence, úgyhogy... Én nem mondom el. Amúgy én meg azon vagyok, én mit csinálni. Én, amúgy az a durva, hogy én is. De az tényleg durva.
Az az örülöm, hogy amiket itt látok, te is azért te tudod a legjobban annyira, azért már én is el tudok indulni, hogy azért össze tudnék rakni itt én is. Azért. Szerintem is. De... Még arra kíváncsi lennék, de... De jó. Figyelj, működne. Az, annak örülök egyébként, hogy sok olyan hozzávaló valamit én is ismerek. Szóval az uborkát. Az uborkát, ott a kés látott, tudod, minden paradicsom, de nem, hogy te poénon kívül örülök, hogy te nem elég sokféle dolog van. Egy órátok lesz elkészíteni ezt az ételt. De bár mindegyikünknek lesz egy saját szelete, ugye? Nem, mert így egyet... Ja, akkor nem árva leszünk egyet extra, azért. Extra pont a négy személyes tárgy. Lássunk hozzá, 3, 2, 1, tiétek a pálya, ne verekedjetek össze. Srácok, szerintetek mitől lesz jó egy rántott hús? Mi az, ami nektek egy ilyen kulcspontja a rántott húsnak? Hát is van nálam, ha nem atomolajos. Uh-huh. Legyen átsütve, ne legyen rágós. Az egy alapelvárás. Ja, de az sem, szóval én azt szeretem, amikor tudod, ilyen aranybarna, tudod, nem az amikor a túl, nem esik nem át a fájdalmasra. Vannak az idősebbek, azok azt szeretik, amikor már ilyen kérges, ilyen kormos. És mondjuk véletlenül úgy harapsz rá, hogy itt belül felsérti az inyadat. Igen, inyadat. Azt nem az elég rossz. Igen, meg igen. Úgyhogy úgy, nektek mondom, hogy jobban szeretem a csirkét. Tényleg? Ja. Igen. Tesszük nekem fasz minden részben. Nekem csak rántva. Nekem is mindegy, amúgy teljesen. Meg tudom, hogy nem tudom, hogy ezt mennyire lehet így túl gondolni, újra gondolni. Tudod? Nagyon, ezt amúgy nagyon. Szerintem mindenhova ezt tudod tekergetni össze-vissza. Gondolod, hogy te sem mibe panírozod. Ja. Mibe tudsz még panírozni? Tesszük bármiből, ami száraz. Téglában. Akár. Mi tényleg amúgy? De tényleg mi? Ott éve. Álltunk a piaszennek, amit nagyon sok... Láttam ott, láttam, mentem a tekervét. Nem, tesó, figyelj, amúgy bármiből nagyon sokféle dolgot tudsz panírozni. Sajtba. Abba lehet, abba tényleg lehet, ezt tudom én is. Igen. Mondj még egyet. Mondjak még egyet. Valamit. Hát mondjuk szárítat gombába is. Nem, de tényleg szóval mindenféle dologból lett van, csak azt nem szabad odaégetni. Tudni kell hány hőfok, blablabla. Bla, ja, de kicsit tudod magasabb szinteken. Ja. Mondjuk nálam előny, ha van hozzá ketchup majonéz. Nálam előny, hogyha... Akár. Nálam előny, hogyha sok van belőle. Nem, hogy esküszöm neked így ketten, hogy engem egy rántatúsos szendvicssel is le tudnának. Amúgy ez fekt. De amúgy az is más. Uborka. Amúgy az csodálatos. Ez parád, és amúgy néha jobb, mint a hambé. Ja. A rántatúsos. A jó kis zemlébe belerakom. Az a régi. Mustár, csalamádé. Én imádom. Na. Csá, tesó! Na, csövi. Na, mi készül? Hát igazából én készülök mind a két hússal. Na, ez mindenkinek gizda. A kedvébe járjak. Két személyes tál azért rogyogni fog. Szóval igazából a csirkemellet azt tölteni fogom, és úgy kirántani. Még egy kicsit gondolkozás alatt van, de már van valami alapszó, valami illik a sertésízhez, valami olyasmit szeretnék majd összehozni. Mivel lesz töltve, vagy meglepetés lesz? Hát, itt vannak az ellenfelek, úgyhogy nem nagyon szeretnék. De egyébként gombát szeretnék belerakni, aha. Petrezselyemet. És egy kis hagymával megízesíteni úgy. Figyelj, tesó, mivel szerintem a Ricsi nagyon szereti a sajtot, én a helyedben inkább a sajtot tölteném bele. Na csá, Tomi, mi a helyzet? Hogy haladunk? Szia. Felraktam fűni a krumplimat. Mi lesz ebből? Tippeltek? Tippelhetsz. Krumplipüré? Így igaz, kicsit pontosabban egy medvehagymás parmezános burgonyapüré. Igen. A karajt választottam a két hús közül. De hol van? Az még sehol, nem? A karajok ott vannak a deszkám, leszelve. Mindenképpen tölteni szeretném őket, valamilyen töltelékkel. Szerinted elég lesz az idő? Remélj, bízom benne. Gyors vagy? Az lesz. Jó, jó, figyelj, én szurkolok neked. Köszönöm szépen. Remélem, hogy összejön. Na hát itt semmi nincs. Nem tudok kivel beszélni. Figyelj, ő nem kapkod annyira. Látom, a piasztéren van. Na Mizu, merre voltál? Hát egy-két zöld fűszert hoztam, mert gondoltam, hogy csinálok egy ilyen zöld fűszeres sajttal töltött karajt. Azért akkor ez elég ki van távfél, nem akarom mutogatni, de az előbb voltam az előző, melletted volt, fele ennyi alapanyag nem volt, úgyhogy azért mondom, átjövök ide, megnézem, hogy itt mi készül, ebből mi lesz szerinted? Igazából ezt most megfőztem úgy fél puhára, és majd vajban átforgatom serpenyővel, egy kis salottahagymát teszek hozzá, petrezselymet, ilyen petrezselymes krumpli, csak nincsen új krumplim. És uborka salátát csinálok, mivel... Figyelj, abszolút adom. Múlnak. Szerinted az időben bele fogsz férni? Én azt gondolom, hogy igen, mert a krumplinak kellett a legtöbb idő. Az uborka salátát azt igazából a tejföllel ki kell keverni, egy kis ízesítés aztán meg lesz. Gina,
Mizu, egyetlen női versenyző, mivel készülsz? Hát ez egy édes burgonya püré lesz, szerecsendiós, és akkor lesz majd rajta megszorva dióval, meg snédlinggel. Meg ugye a rántott húsi, ami egy... Csirkét választottál? Hát igen, ez egy átlagos rántott hús, viszont fokhagymás panírba, meg még lenne hozzá egy kicsi köret, meg egy szósz. Milyen köretet terveztél? Azt nem mondom. Nem mondod el? Az a diós dolog, az szerintem nagyon fel fogja dobni. Kíváncsi, hogy milyen lesz, főleg úgy, hogy te volt egyébként az egyetlen, aki desszertet hozott. Úgyhogy... azzal megleptél. Megleptél. Mindenki főétele készült, de a desszertet az nagyon finom volt, úgyhogy szerintem biztos, hogy az is tök jó lesz. Köszönöm. Sehol senki. Ennyire ráérünk? Ennyire beleférünk ez egy órába? Gyerekek, fél kettő van, és egy csörömpölés nem hallok sehol. Postold meg, tesó! Én nem nyugok bele, nem szabad. De amúgy jó illatom át. Ez meg úgy néz ki, mint egy kis kárbonára. És? Aha. Jobban verjük szét, készen. Tanácsot adok, figyelj, tanácsot. Ott legelőd a srácnál elvitte az összes cheddar sajtot. Igen. Fussál oda a cheddarért, reszelj rá egy kis cheddar tetejére, bombázd be, és amikor azt mondják, hogy 10, 9, te ide futsz, akkor... kiteszed, és meg vagy. Nehogy megégesd. De most ne hallgass, ne állj, meg csináld, mert folyj az idő, gyerünk, tesó. Gondolj vele, tesó, kitettem. Így kibasztál volna vele. Én azt mondtam, hogy én ezt csinálnám. Jó, hogy te csinálnál azt. Hát, igen. Várja, nem te vagy, aki a dióba akart panírozni? Sorry, itt az idő, körülbelül 15 percük van még hátra a versenyzőknek. Mire számítotok szerintetek azok alapján, amit láttatok? Hát figyelj! Én amúgy egy-kettő ételt úgy gondolom, hogy jó lesz szerintem. Így, és a többi? Egy-kettőnél meg így, nem tudom. Bennem is vannak kérdőjelek, de vannak felkiáltójelek. Igen. Meg amúgy nagyon éhes vagyok, szóval úgyhogy kíváncsi vagyok. Van kedvenc, amit kinéztetek? Én nekem igen. Amire kíváncsi vagyok. Nekem is van egy, hogy egyet én is kinéztem. Ja. Mivel rántott nekem, mind jó. Kirántanak majd cipőtalapot. Nem, hogy tényleg mindenki amúgy azt gondolom, hogy olyat csinált, amit szeretek. Ügyes mindenki. Nincs olyan, amiben nem... Csak a kérdés az, hogy sikerült, tudod? Ez jó tanácsokat adtam, nem? Értem. Szerintem repestek az örömtől, mindenki boldog volt. Srácok, körülbelül 5 perc van hátra. Én nem nézem annyira a tálalást, de szerintem a Patrik eléggé kritikus lesz. Úgyhogy szerintem lassan kezdetek el tálalni. Let's go! Húha! First class! Hát igen! Azt a marha! Mintha te csináltad volna! Készítettem egy petrezselymes, vajban futtatott salottahagymás burgonyát. Mellé csináltam uborka salátát tejföllel és egy kis piros paprikával. Egyébként megrántott karajt készítettem, sajttal és zöld fűszerrel töltve. A tetejére meg egy kis cheddar sajtot szórtam. Tudja. Nincs már gond. Fő kritikus, figyel. Amúgy annyira nem vagyok az. Nem, amúgy a tegnem az, csak nem. Nem hoztál a kis szerszámát, amivel szokott kóstolni. Kis bökködőjé? Van neki ilyen, amivel nézi az állagot, minden. Amúgy nálam az ízek rendben voltak egyébként. Figyelj, nem szerintem nagyon. Bomba nagyon. A húsnak, a húsban nem jegyzem meg, hogy mi volt benne. Zöld fűszer. Sajt és zöld fűszer. Az nekem nagyon dominál. Az figyelj, nagyon szerintem nagyon jó. Na, nekem is rendben volt. Megkocsom a paradicsomot, jól lett-e vágva. Belekötni tudtak valamit? Nekem az én csak az, hogy a lébe benne volt a hús. Ja, de én és hogy a panirát vette le. Én direkt igen, és vágtam. Akkor ugye így meg a ropogós elem így értelmét vesztette. De amúgy, én azt meg sem kóstoltam. Figyelj, szerintem nagyon jó. Én nem voltam ízre én nagyon. Se ízre. Ízre nagyon. Direkt úgy vágtam, hogy ne érjen bele sehonnan. Tudod, hogy a felső részében vágtam, és itt a... Érted így, nem ért bele. Ami rajta maradt krumpli darabba a késedem, megehetem. Hú, ez meg van pakolva a pia, ez a tányér. Ez a betyáros. Ezt adom.
van egy csirkemell filé sült békönnel és cheddarral töltve, a karaj az gombás töltelékkel van töltve, és van egy sima hagyományos rántott karaj. Ez egy olyan férfias adag azért. Ez egy nagyon jó. Azt mondom, neked egy ilyen adag kajával várnak, azt mondom... Az a baj, nem várnak. A klasszik rántottos jó. Mindegyikbe be fogok enni, úgyhogy bármit vártok. Nem adom még oda. Ez mivel van töltve? Békönnel és cheddarral. Az néz ki a legjobban amúgy szerintem. Nagyon jó. Itt a cukrét nem kóstolom meg, mert azt tudom milyen íze van. Ez néz ki a legjobban. Nézd közben a szemembe. Szerintem az nagyon jó. A középső nagyon jó. Az szerintem nagyon finom. Tudta, nem? Ez tudja. Ez tényleg sztár. Ez azért elmegy a gombás. Hát mindenképp megkóstolom. Nem szereti amúgy a gombát. Nem szereti amúgy a gombát. Nulla. Hát jó, még mindig nem. Ez még mindig gombás. Jó volt, nagy tál, érted, behozva több hús, aminok. Két személyes tál megfogadtam. Ez az volt. Női versenyzős látszok. Szerintem a legkifinomultabb tál. Milyen édes burjánpüré? Vajjal készítettem, szerecsendióval, sóbors van benne, és dióval és niblingával megszórva. A csirke pedig pankó morzsás. Vigyelj, nagyon jó. Tényleg, de ez a püré, ez nagyon. Nagyon az a Patriknak ízik, akkor nekem biztos ilyen nagyon különleges. Nagyon finom. A rántott húsnál, most ugye az érvényesítő mondta, hogy néha kevesebb több, nagyon-nagyon finom az is. Úgyhogy, bocsánat, de ezt nem Fia, háromszor nyúltál vissza, úgyhogy biztos tudom. De soha nagyon ízlik. Az olyan könnyűnek tűnik, nem? Figyelj, nagyon finom. Nem jutok szó, nem. Látom ezt most. Keveredik a szám, annyi íz van benne, hogy... Figyelj, most már nagyon... Felcsigáztunk. Tesó, nem? Na most röhögzek, kóstold meg. Nem, hogy meg soha nem ettem ilyet. Mit? Édes burgonya? Nem szoktam enni ilyen pürét, tudod, ilyen... Max a krumpli. Krumpli pürét sem? Amúgy tényleg tök sokféle, vagy ilyen tök... Ilyen igen. Így robban így a szádban. Figyelj, ez így egyben nagyon rendben. Finom. Ez egy ilyen ízkavalkád az egész. Na, ez Tamás. Ez az. De jó, számomra ez egy egyszerű, de nagyszerű. Így ránézésre. Ennek gyönyörű színe van. Aha, jól néz ki. Azt tudja. Látom azonnal. Imádom ezt a hangot. Tudod, amikor így ropog. Látom, hogy ropog. Mi van benne? Patrik ugyebár azt tippelt, hogy inkább háziasabb dolgokat fogunk készíteni, a Ricsi inkább egy kicsit modernebb, extrább dolgokat. Készült egy pankó morzsában töltött karaj, békönös és sajtos töltelékkel, mellé köretként medvehagymás parmezános burgonyapüré, illetve díszítésként a paradicsom saláta elemeit jelenítettem meg. Jó ég! Yes. Ez mit akar ez a... Fánk vagyunk. Ez az én száj. Az is? Mit gyűjtöm, mert megeszem. Hú. Tesó, eskü. Benne vannak azok a különlegesek, amiket szeretek. Mert finom, mert jó, tudja. Finom. Püré, és az ott a tetején mi? Amúgy a püré tetején. Na várj, nem mondd meg neki, nem tudod. Nem ettem meg, azért mert nem kóstoltam meg direkt. Ja, azt hittem a rüdre. Azt hittem a snidlingre gondolom. Ja, nem, én is azt hittem arra gondolom. Mondom ember. Bakon, az nem? Így igaz. Fizda. Kis egészséget. Patrik mindig rámegy a paradicsomra. Amúgy ez a hús, ennek a húsnak a külse volt szerintem a legropogósabb. Meg azért rámegyek egy falatra, ha már itt van, nem? Nem teg, ez azért jó, mert rántott, tehát ropognia kell, meg van sütve, és ez pont, hogy ropog. Kóstol meg a, még légy szíves a paradicsomat, meg a hagymát? Nem. Mert nem naturban van rárakva. Nem. Hanem saláta ízűen.
Nem vettem volna ezt, nekem a hús lenyűgözött. Nem csak odahányta az öcskös tetejére. Nagyon jó. Annyit mondok, hogyha én valahonnan rendelnék... Elégedett lennél, ugye? Ezzel elégedett lennék. Hogyha ezt így megkapnám, így tálalva. Rendelném még egyszer. Aha, jól néz ki. Van rajta extra, nincsen túl extrázva. Le tudta hozni, amit vállalt. Szerintem nekem ez... Ez nagyon rendben van, szerintem. Nekem van egy tányér a fejembe, ami szerintem abszolút ledominált mindent. Nekem is. És nekem az utolsó volt. Nekem is. Nekem Tominak a tányéra volt. Nekem is. Az a baj, hogy szerintem én a hú, azért mégiscsak egy rántott húsról beszélünk. Volt a lényeg, szóval nem a püré fogja eldönteni. És a hús a fő pontja egy kajának. Én azért tök sokszor a köletben, csak azért ettem, hogy tudjam, hogy mennyi foglalkoztak vele, de amúgy ott nála volt a hús szerintem a top. Igen. Ropogott, igen. Meg volt sütve, volt igen. Benne cucc. Igen, meg amit mondtál és észrevetted, hogy le a paradicsom és a hagyma. Így van, hogy azt csak meg... üresen feldobta. Szóval így az egész kopra a tányérre szerintem az sztár volt. De viszont ha meg így összességében nézzük, szerintem utána viszont az édes burgonyás. Szerintem. Tudod miért? Mert neki... De nehéz, azért nehéz összehasonlítani, mert ott az édes burgonyás. Ott is csak a húst egy... kéne nézni. De ezt a húst miért mondom, tesó? Ja, mert a másik tányérnál, ahol mondjuk felrakta a három húst, ugye? Ja. Ugyanaz volt a panír. Mind a három? Mind neki meg pankómorzsás. De neki meg parmezános pankómorzsás. Ja. Ja. Ott viszont a kreativitás. Eleve egy, meg én amúgy mondtad, hogy nézted, hogy hogyan sütik. Igen. Hogy azt hiszem pont ez volt az, ahol lassan sült a hús. Igen. Belül is átsült, és gondolom a végén kicsit szaftos marad, igen. Igen. Hogy valamit akkor mondjuk a technika viszont sokat hozzátett. Igen. De viszont szerintem a legelső srác, a Levi, Levente, aki igen. Kicsit megáztatta a húst. Ja. Szerintem az övé is jó volt. Az is finom volt. Nagyon, őnál viszont minden finom volt. Ott is. Csak ezt azért nehéz összehasonlítani, mert van egy tányér, például a Ginának a tányéra, ami egy tök könnyű, az édesburgonyás tányér, egy tök könnyű. Igen. Szóval az ott a legkönnyebb. Igen. Fogyasztásra, meg a legízesebb. Igen. De ugyanakkor meg ott van egy ilyen, hárman vagyunk fiúk, egy férfias tál, ami rajta van a három fajta hús. Ami és viszont akkor, jó szempont. Ami meg egy jó kiadós. Mert ugye azt látszott, hogy megnyomta, hogy kiférjen az időből mind. Jó, én amúgy nem tudom ti, hogy vagytok vele, nekem amúgy fix, én tudom, hogy én kire fogom azt mondani, hogy ő már nekem itt nem. Nekem is szerintem megvan. Mert igazából most csak egy embert kell eldönteni, hogy ki egy az, ember, szerint, egy ember. Megvan meg nektek. Nekem meg. Szerintem nekem is amúgy. Mindegyik jó volt szerintem, csak tehát volt nekem egy olyan hiba, ami... Aminél a másik három jobb igen, volt. Igen, nekem igen, is igen. Ez a probléma. Na, srácok, illetve lányok, nagyon szépen köszönjük, és le a kalappal előttetek. Szerintem abszolút mindenki nagyon top ételt készített el. Viszont sajnos egy valakitől meg kell válnunk ma. Fájdalmas pillanat amúgy, nem? Mert én ilyenkor rosszul érzem magam, ja, nem olyan jó. Mi itt együtt mókáztunk minden nap. Együtt kacagtunk egész nap. De olyan, mint egy buliban mondanád, most pannak menj haza. Majdnem olyan, igen. Aki nem volt olyan jó fej, az szerintem Ricsi kezdte. Jó, mindenki egy embert visz magával? Hát nem viszed magaddal, hát de egy embert juttatod tovább. Igen. Jó, kell indokolni, vagy ilyesmi? Indokolhatsz. Jó, én... Tomit választom. Azért nekem az az étel volt az, amit hogyha rendelnék, akkor ennek örülnék a legjobban, hogyha ezt a rántatust kapnám ezzel így, úgyhogy nekem az volt a legfinomabb, az én ízlés világomnak. Gratulálom, Tomi, gyere, kiállj! Ide esetleg egy taps. Taps jár neked. Patrik? Hát akkor én, akit így mondanám, hogy akkor tovább jut, az Gina, mert figyelj, nekem nagyon ízlett ez a kis parmezános kéreg a húson, a püré nagyon jó volt, úgyhogy összességében a tányér szerintem kurva jó volt. Bocsánat, nagyon jó volt. Úgyhogy gratulálunk neked is. Gratulálunk. Ezt kivágjuk. Most már azért kézzel fogható itt az izgalom amúgy. Hát és akkor nekem kell dönteni, igen. Hát tesó. Nagyon egyszerű, én úgy döntöttem, hogy nem azt néztem, hogy kié volt jobb, hanem egyetlen egy dolgot tudtam itt most alapul venni, hogy hol volt talán egy nagyon pici kis hiba, és éppen ezért én Roland téged juttatlak tovább. Gratulálok neked! Gratulálok! Levente, neked is gratulálok, te se távozol üres kézzel, egy maker is utalványt szeretnék neked átadni. Itt a Budapest makerébe fel tudod használni, egy közös élményfőzésre, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél. A tiéd is nagyon finom volt, talán ott azon a pici dolgon csúszott el, ahol,
a kis salátának a leve hozzáért a húshoz, de tényleg ilyen pici dolgok. Örülök neki, hogy így volt, mert amúgy akkor nem tudom, hogy mit csináltunk volna. Amúgy tényleg. Akkor szerintem leboxolta volna az útcsok. Amúgy akkor harc lett volna. Figyelj, tényleg. Annyira egy az a baj, toppon volt mindegyik. Igen, mindegyik finom volt, és nem azt néztük, hogy melyik a jobb, hanem melyikben volt egy kis hiba, ami... Amit talán úgy ki lehetett menni, de gratulálunk neked is, és neked is. Mindenki király volt. Köszönjük szépen. Tomi, Gina, Roland, nektek gratulálok, tovább jutottatok. A feladatotok a következő videóban kicsit nehezebb lesz, mint a maiban, ezt előre elárulom nektek. Viszont, srácok, nektek köszönjük szépen a figyelmet, iratkozzatok fel mindenképpen a csatornára, nyomjatok egy lájkot, és kövessétek a Konyha Csatának az epizódjait. Nem tudom pontosan, hogy mikor megy ki a következő rész, de tartsatok velünk, mert biztos, hogy izgalmas lesz, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!